szeretném átadni azt az üzenetet, amit az Isten a szívemre helyezett. Azt gondolom egyébként, hogy ő helyezte a szívemre. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy miről prédikáljak ma több mint 3 percet. És van egy olyan üzenet a szívemben, amely az egyik meghatározó üzenet az egész életemnek, bár sose gondoltam volna, hogy ez lesz, de a gyülekezetemben is szokták mondani, hogy ezt légy szíves, ezt rendszeresen prédikáld. Nem hiszem, még Péter mondta egyszer így megrendülve, Lakatos Péter, amikor még ő volt a pásztor, hogy Zsozsó, ezt kérek szépen, ezt az üzenetet mondd el, és nem olyan üzenet alapvetően, ami közel áll nagyon a személyiségemhez eredetileg, de nagyon a szívemhez nőtt, és egyébként ez az üzenet a büszkeség. És a büszkeség legyőzőséről lesz szó. Ez egy undorító dolog, és nagyon nehezen felismerhető, és szinte minden bajnak a forrása. És miután rájöttem, hogy ez mennyire a sátán ezen keresztül mennyire tudja befolyásolni a mi életünket, és mennyire undorító és nehezen felismerhető dolog, sőt, időközönként a büszkeségünkre, mivel nem ismerjük, jó fel, még büszkék is vagyunk, és félre is kezeljük az egészet, ezért ez egyik legerősebb fegyver az ördögnek kezébe, én szerintem, ez az én saját véleményem, mivel nagyon-nagyon jó vezetőitek vannak, akik erősek az igében és a Szent Szellemben, úgyhogy úgyis mindent meg tudtok vizsgálni, megvizsgálnak, én elmondom, hogy mi az, amit az ige ér, meg elmondom, mi az, amit én gondolok. Amit én gondolok, azt nyugodtan vizsgáltok meg, ami jó, azt tartsátok meg, ugye ezt mondja a Pál apostol is, ami meg jó, azt meg vessétek el, de az én meggyőződésemet fogom elmondani a büszkeséggel kapcsolatosan, és ez azért is fontos, ugye, mert Debrecenben vagyunk. Az közismert tény, hogy Debrecen a büszkeségnek a fellegvára. Ha valahol a büszkeség egy uralkodó szellemiség lehet ebben a térségben, az biztos, hogy Debrecen. És amikor én kezdtem szolgálni, úgy én felismertem Debrecenben könnyen a büszkeséget, meg az, hogy a debreceni emberek mennyire büszkék, ugyanis én szabolcsi vagyok, akár tapasztaltam is mindenféle szempontból kívülről nagyon könnyen a debreceni büszkeséget, és azt is észrevettem, hogy egyébként akik benne vannak, egyáltalán nem tűnik fel nekik. Úgyhogy én nagyon lelkesen készültem leleplező prédikációra a büszkeségről, de miután nagyon mélyre ástam magam, vagy egyre mélyebben is nagyon sokat foglalkoztam vele, nagyon szörnyű meglepetés ért, ugyanis ahogy mint a hagymának a héjait, így hogy kell ezt mondani, így hántolgattam, vagy egy levettem, először abszolút másnap készültem erről prédikálni. De ahogy így egyre mélyebbre szántottam ezzel a dologba, egyre inkább a saját magam büszkeségét kezdtem felismerni, aztán kezdtem elkeseredni, akkor közben meg kellett többször térnem, akkor utána mondtam, jó, akkor hagyjuk ezt az üzenetet, és visszatérünk, kegyelem tanító leszek, vagy bármi, mert nagyon mélyen érintett, mert úgy mondom, hát ez rólam szól. És rossz motivációt kezdtem felismerni magamban, büszkeség általi motivációkat, és tudjátok, én szerintem az egyik legfontosabb dolog az életben a motiváció. Az életben legtöbbször nem az számít, hogy mit teszel, hanem az, hogy miért. A mit teszel, az lehet nagyon-nagyon jó dolog, de a legjobb dolgot teheted rossz motivációval, és annak nem lesz jó vége sohasem. Úgyhogy erre figyeljetek nagyon. Klasszikusan ugye, meg a vallásosság egyébként mindig azzal foglalkozik, és azt nézi, amit teszünk, de az igazából Isten, amikor ő a szíveket néz, ugye, mert azt mondjuk, a szívek vizsgálója, ő meg mindig a motivációt nézi. De nagyon sokszor egyébként az életünkben sokkal jobb dolog egyébként rosszat tenni jó motivációval, mint jót tenni rossz motivációval. Értitek? Tehát, hogyha nem jó dolgot teszel, de a motivációd az jó, azt az Isten ki tudja javítani, és egy fontos is, hogy fejlődjünk, de ha jó, rossz dolgokat teszünk jó motivációval, és jó a szívünk, és szeretettel, meg segítőkészséggel teszünk, azt az Isten tudja korrigálni. De hogyha nagyon jó dolgokat teszünk rossz motivációval, az sokkal rosszabb dolog, az jelenti, hogy vallásos dolog. Ugye ezek azok az emberek például, akikről olvasunk, hogy meg fognak döbbenni az utolsó ítéletnél,
azt mondják, hogy Úr Istenem, hát miket tettünk, milyen jó dolgokat, de Isten azt mondja, hogy ez nem rólam szólt az az egész, és semmi értelme nincs. És például, amikor azt mondja az a példabeszédek 4.23, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, a szív a motivációról szól. Tehát legyen tiszta a motivációd, és figyelj oda, hogy mit, miért csinálsz. És én nagyon sokszor lepleződtem már így le az Isten előtt, amikor így mint egy tükörbe láttam magam, hogy Isten megmutatta nekem azt, hogy miért csinálok dolgokat, amiről én meg voltam róla győződve, hogy jó dolog, és sokszor történt már az életemben ilyen lelepleződés, ezek fájdalmas dolgok, de a legjobb, ami történhet veled. Mert ez megtisztít. És én nagyon-nagyon szeretem. Szeretnék egy bevezető igét hozni, ezt nem kell kivetíteni, meg kikeresni, ez a példabeszéd, vagy ki lehet vetíteni, példabeszédek 11.2-ben van, nem tudom ez a fordítás, hogy hozza ki, úgy tudom, hogy majd ki fogjátok vetíteni az igéket. Én az egyszerű fordításnak a saját verziómat hozom, mert utána néztem pontosan, hogy a kevésség jó gyalázat jó, az alázatosságnál pedig bölcsesség van. Ez Károli? Igen. Igen, igen, azért, mert ez, azt hiszem ez a Károli. Revidiár Károli. Oké. A másik fordítás azt mondja, hogy a büszkeséggel a megszégyenülés, az alázatossággal pedig a bölcsességgel jár együtt. Ez egy alapige lesz. A büszkeséggel a megszégyenülés jár együtt, tehát amikor a büszkeség felüti a fejét, mindig együtt jár vele a megszégyenülés, tehát ha büszke vagy, meg fog szégyenülni, magyarul. Amikor alázatos vagy, akkor annak a jutalma mindig a bölcsesség lesz. Szégyenültünk már meg az életünkben? Féltünk a megszégyenüléstől. Amikor ilyen érzéseink vannak, akkor biztosan büszkeség van ott, vagy hallottatok már ilyet a szüleinktől, mert a szüleink ugye minden szülő büszke akar lenni a gyerekére, és ezért fegyelmezőt, és ilyen mondatok hangoznak el, hogy ne szégyeníts meg engem, nem akarok leégni veled, viselkedj normálisan, hogy gyülekezetben vagyunk, stb. És akkor ránevelnek bennünket arra, hogy azért, hogy én jól érezzem magam, ugye, mert erről szól egyébként a büszkeség, és azért, hogy ne szóljanak meg azért, mert hogy nevellek téged, ezért próbálj meg úgy viselkedni, hogy ússzuk meg a mai istentiszteletet, vagy az órát, nehogy megszélj, és akkor bizonyíts, és legyél jó azért, hogy én jól érezzem magam. Igaz? Ismerős ez. Ebben növünk fel, és akkor az az érzésben növünk fel, hogy valamit teljesítenünk kell, hogy a mások előtt, amit mutatunk, az jó legyen a többieknek, és felnézenek ránk, különben meg fogunk szégyenülni, amitől nagyon félünk, és az az egy dolog, amit nem akarunk. De a Biblia azt mondja, hogy ha büszkék vagyunk, mindig meg fogunk szégyenülni, és erre hozok majd igét is. Aztán döntsétek el, hogy mennyire gondoljátok ezt igaznak, de én az én életemről fogok beszélni, meg arról, amin én átmentem. Bármiről beszélek, bármiről prédikálok, mindig az első dolog az szokott lenni, hogy ha van egy fogalom, amiről tanítok, megpróbálom úgy megfogalmazni a magam megértése szerint, amely számomra egy kijelentés, ami a legegyszerűbb. Ugye a büszkeségnek egyébként a szinonimája, mint szónak az, hogy önérzet. Ugye ezt szoktuk hallani, ez a szót, az önérzet egyébként az nem más, mint hogy olyan érzések, olyan dolgokat szeretnék tenni, amitől azt érzem, hogy én vagyok valaki. Ugye maga ez a büszkeség, az önérzet ezt jelenti. És a büszkeségnek egyébként utána néztem különböző lexikonokba, ez az én talán saját megfogalmazásom, hogy a büszkeség egy érzés alapvetően. Tehát büszkeség egy érzés. Az elért sikereink tetteink, és értékességünk tudatában érzünk. Tehát az maga a büszkeség. Érthető ez? Tehát, hogy olyan dolgokat teszünk, olyan dolgokat csinálunk, amitől értékesnek érezzük magunkat, vagy azt gondoljuk, hogy amitől értékesebbnek érezhetjük magunkat. Tehát az én képünk nő olyan dolog, amitől azt gondoljuk, hogy többek vagyunk, többek tudunk lenni, vagy mások jobbra értékelnek bennünket. Milyen dolog az egyébként, ami büszkeségre adhat okot? Ezek a sikerek, igaz?
tehát a sportban, bármiben, munkahelyen a karrier, hogy előléptessenek bennünket, tehát ami a többiek szemében is valami jót jelent, amitől értékesebbnek, vagy vásárolunk valamit, autót, nem tudom mit, szép házat, tehát amitől többnek tűnünk egy kicsit, lehet egyébként a büszkeség, maga felekezeti büszkeség is, olyan felekezetbe járok, amely jobb, mint a többi, tehát amitől értékesebbnek érzem magam, hogy én nem tudom, szabkeres vagyok, én baptista vagyok, én református vagyok. Nagyon érdekes, hogy amikor én felnőttem, ugye én szektás voltam, mert szabkeres voltam, és minket alapvetően egy szektának tartottak, mint a baptistákat is, és akkor, amikor beszélgetünk emberek és bizonyságot tettünk, akkor a válasz az volt, hogy én református vagyok. Például, vagy én katolikus, ugye, mert ez a kettő dolog fordult elő az én környékemen, és az kihúzta magát, és az, hogy én azért, és akkor kérdeztem, amúgy jársz templomban? Nem. Egyébként hiszel, meg úgy, nem, de az vagyok. Tehát valamihez tartozok, amitől értékes vagyok, igazából ez emberek elmondták, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent, de a reformátusság, amit ő valahogyan gondolt, vagy katolikusság, vagy bármi, vagy pünkösdésság, mert ugye akkor meg a karizmatikusság, vagy hitgyülekezete, vagy bármi, akár még felekezetet mondani, hogy azért, mert oda tartozok, ezért én külön vagyok, mint más, és ugye mindenki megmagyarázta, hogy miért vagyok én különb, mint a másik. Lehet az nemzeti büszkeség is, én amerikai vagyok. Ugye az amerikaiak kifejezetten büszkék, hogy Amerikán belül én texasi vagyok. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az, ha valaki Amerikában él, akkor azt szoktam mondani, hogy én amerikai vagyok. De valaki Texasban él, azt nem azt mondja, hogy amerikai vagyok, hogy én texasi vagyok. Mert az úgy azt mondják, hogy az Amerika. Én texasi vagyok. Tehát a büszkeség abból fakad, ahonnan, amiben beleszületett. Ez ugye lehet nemesi büszkeség is, hogy én valamilyen herceg vagy valaki vagyok. Tehát a büszkeség egy olyan dolog, amelytől valami van az agyunkban, ami a neveltetésünkből vagy bármiből fakadóan, amitől azt gondoljuk, hogy ha arra hivatkozunk, vagy arra gondolunk, attól értékesebbek vagyunk, mint mások, vagy akkor többek tudunk valamivel lenni, és akarjuk azt, hogy a mások elismerjenek bennünket. És ezért képesek vagyunk bizonyos dolgokat megtenni, mindent feláldozni ezért, és ezt az ördög nagyon jól tudja. Szeretném elmondani, hogy pontosan tudja az ördög, hogy hogy gondolkodsz, pontosan tudja, hogy mi az, amire vágysz, és mi az, amitől azt gondolod, hogy értékesebb lehetsz, és azt fogja neked mindig felkínálni. Az ördög nagyon jól tudja, hogy mi a te büszkeségednek az alapja, és mindig azzal fog kísérteni, és ott fogsz elbukni. És lehet, hogy az elbukásod egyébként nagyon jó cselekedetek következménye lesz. Tehát nem feltétlen bűnnel fogsz elbukni, hanem nagy dolgokat teszel, ami büszkévé tesz, és ez egy másik igéből ki fog jönni, hogy a büszkeség minden bukásnak az előszobája. Minden bukás előtt büszkeség van. Ugye ezt a Biblia mondja, nem én. Lehet arra büszke, elmondok egy példát. Ez szerintem velem is előfordult. Te megtérsz, keresztény vagy, és szereted Istennek az igéjét. Szeretitek az Isten igéjét? Baptisták vagytok, szeretni kell, igaz? Én ugye, mint ötgenerációs baptista, minket is úgy neveltek, nekünk nem volt tévénk, még a kávé is bűn volt, tehát én szentségmozgalomból jövök, minden bűn volt, semmit nem lehetett csinálni, ha játszottunk, az is bibliai játék lehetett. És Bibliát kellett tudni, kívülről kellett megtanulni, tehát minden az Isten igéjéről szólt. Szerettem is az Isten igéjét, és fogékony voltam rá, csak hogy egy idő után rájöttem, hogy a mások nem annyira ismerik az igét, nem annyira fogékonyak, igei versenyeket megnyertem, fiatalkoromban legyőztem teológusokat ilyen igei egyháztölteni dolgokból, és egy idő után rájöttem, hogy én jobban ragaszkodok az igazsághoz, mint más. És a Bibliát szeretni, és nagyon akarni, és jól ismerni, nagyon jó dolog, csak hogy amikor ezt látja az ördög, hogy te ilyen vagy, akkor az igazság iránti büszkeséggel fog megtámadni, hogy óhatatlanul, ugye ezt hívják az, hogy nagyon erős az igazságérzetem, hogy büszke voltam arra, hogy én jobban ragaszkodok az igazsághoz, jobban ismerem az igazságot, mint más. És elfetően ez, tudjátok, ez nem olyan bűn, mint a paráznaság vagy részegség,
hanem egyszerűen csak az Isten igének a szeretetéből indult, de mire észrevettem, már másokhoz kezdtem magamat hasonlítgatni, ami egy borzasztó bűn, és egyébként utána mindig valamibe elbuktam az életembe, és megszégyenültem, mert a büszkeségnek a velejárója, a micsoda, példabeszédek 11.2, a megszégyenülés. Tehát amikor te önmagad teljesítményére építed a te saját önérzetedet, abban mindig a megszégyenülés lesz. Értitek már ezt? Tehát büszkeségnek az egyik jele az erős igazságérzet egyébként, a sértődékenység. A büszkeségnek a megnyilvánulási formája a kisebbségi érzés például, mert amikor kisebbségi érzésed van, ugye önérzet a büszkeség, az azt jelenti, hogy te így szeretnéd magad érezni, hogy itt vagy, de úgy érzed, hogy itt vagy alul. Igaz ez a kisebbségi érzés. Önmagadat hasonlítod másokhoz, és azt gondolod, hogy ők jobban teljesítenek, többek, te pedig úgy érzed, hogy hozzájuk képest alacsonyabb vagy, tehát az egész életed arról szól, hogy a mérce az a másik emberek általad elképzelt szintje, és úgy érzed, hogy nem ütöd meg a mércét, mert például mindig kritizáltak gyerekkorodba. És a kisebbségi érzés a büszkeségnek az egyik legundorító formája. Ezt a Biblia úgy hív egyébként az ilyen büszkeséget, mondjuk alázatoskodás. Ismétek ezt a kifejezést? A Kolossé 2-ben kettőször is említi a Biblia, azt mondja, hogy kedvüket lelik az alázatoskodásban, amely a saját maguk által kitalált Isten tiszteletnek a következménye, és ettől egyébként büszkék lesznek, azt gondolják, hogy kedvesekbek lesznek Isten előtt. És miről szól ez az egész? Olvassátok már otthon a Kolossé 2-t, mert az ördögnek a ravasságai vannak leírva. Azt mondja, ne fogd meg, ne kóstold, ne illess, ne csináld ezt, ne csináld azt. Én, mint szentség mozgalomba felnőtt ember, én nagyon jól tudom, hogy a szentség mozgalomnak, amikor nagyon törekszünk a szentségre, annak van egy ilyen büszkeségi változata, amikor annyira nem annyira távol tartod magad a világtól, hogy ez egy olyan büszkeséget eredményez benned, amit én is tapasztaltam, és rossz érzésem volt gyerekkoromban. Például, amikor elmentünk egy kocsma mellett, akkor azt mondták nekem a gyülekezetből, hogy mi olyan helyre nem megyünk. Étterem is egyébként az volt, mi oda nem megyünk, nem jártunk étterembe, mert az is a bűn volt. Kávézó is bűn volt, mi azt nem néz, nem volt tévénk, mi olyat nem csinálunk. És éreztem, hogy valami ezzel nem stimmel, ugyanis nem Jézusról szólt az egész, nem arról szólt, hogy ő megszabadít bennünket, hanem mi különbek vagyunk, mint azok az emberek, mint akik oda járnak. Rengeteg ilyen szabályt hoztunk, ami azt jelenti, hogy a maga választotta Isten tiszteletbe, például nem ittunk, ugye nyilván nem ittunk alkoholt. És amikor nem ittunk alkoholt, akkor természetesen magunk fölé helyezték magunkat azok keresztények fölé, akik egyébként ittak néha egy pohár bort, vagy sört, vagy egy néha egy feles megittak, és mi olyat nem csinálunk. Tudjátok, mi a farizeusnak az imája? Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ő. És ezek egyébként önmagukban nem rossz dolgok, nyilván nem rossz dolgok, csak azt vettem észre, hogy állandóan arról szól, hogy mi ettől értékesebbek vagyunk, és utána elkezdtem olvasni a Bibliát, és rájöttem, hogy alapvetően ez nincs benne a Bibliában, amiket mi csináltunk, viszont hozzájuk képes viszonyítottuk magunkat, hogy mi már valakik vagyunk, és ezért nem illettünk embereket, ezért nem mentünk ide, nem mentünk oda, és kialakult egy ilyen kis szektárság, mindig is egy kis gyülekezet voltunk egyébként, de úgy gondoltuk, hogy mi igazok vagyunk, mivel, vagy ezzel szemben mindenki más bűnösebb. Értitek ezt, hogy az egész arról szólt, hogy olyan dolgokat találtunk ki, amitől azt gondoltuk, hogy jobban tetszünk Istennek, mint a mások, és ez büszkévé tett bennünket. Ez erre mondja, hogy kedvüket lelik az alázatoskodásban, amit maguknak kitaláltak, mert utána hiszem, hogy de hát a Biblia nem is erről szól. Ezért keveredett konfliktusba Jézus a vallási vezetőkkel, akiknek a legfőbb problémája büszkeségük volt, akik nem illették ezt az embert, nem beszéltek velük, nem mentek oda. Tudjátok, én milyen boldog voltam, amikor én először elmentem hosszú éveken keresztül egy kocsmába, és leültem evangelizálni. Abba oda a helyre nem mehettünk korábban, és az, hogyha valaki sörözött, én nem ültem le vele, mert még az illata is az ördög illata volt, tudjátok, ez a pokor illata. De amikor leültem vele, és tudjátok, nem akarok senkit megbotránkoztatni,
Csak hogy a kocsmában, én kocsmában nőttem fel, ugye én nagyon szeretem megtérésem előtt a kocsmát, és én tudtam, hogy a kocsmában a kocsma a férfinak az őszinteségnek a helye. És amikor beszéltem egy ember, és rájöttem, hogy egy elveszett ember, én pedig Jézusról beszélek, és én nem akartam, tehát én nem azért mentem akkor kocsmába, hogy berúgjak, hanem evangelizálni, Jézust akartam megosztani, ő pedig, mivel a saját közegébe volt, ő olyan őszintén beszélt, úgy, ahogy volt mindenről, és tudjátok, milyen boldog lettem? Nem gyülekezeti vitáról volt szó, semmiről, csak arról beszéltem, hogy te figyelj már, te számodra focistákkal beszélgettem, van remény, hogy Jézus Krisztus meg tud téged menteni, és megbocsátja a bűneidet, és kihoz ebből az életből, csillogott a szemük, és annyira boldog lettem, és rájöttem, hogy Jézus Krisztus is ettől volt boldog, hogy azt mondta, hogy a betegeknek van szükségük orvosra, és oda ment és hirdette arra a helyre, amire úgy neveltek engem, hogy ez a pokolnak a helye, és büszkévé tett bennünket, és éltünk egy ilyen kis elszigetelt életet, és azt gondoltuk, hogy ez tetszik az Istennek. Oké. Nézzük meg az 1 Mózes 3 harmadik részét, tehát Mózes első könyve harmadik része, a 4-es verstől a 7-es versig, nem tudom, hogy ez most hogy hozza. A büszkeségnek az eredetéről szeretnék a bevezetés után, ez a bevezetés volt, az első pontba beszélni. És mondd a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és az is evett. És megnyilatkoztak minden kettőknek a szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Figafa levelet aggattottak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. Az ember, itt még kicsit szeretnék megállni, ez csak egy zárójeles megjegyzés, de itt sose tudok tovább menni, mert ez annyira tetszett nekem, amikor először leesett ez a történet, ugye minden férfi tudja, hogy Éva bűnbe esett, igaz? Tehát normális férfi, akkor tudod, hogy Éva vitte bűnbe az emberiséget. Ugye Ádám is tudta, ő rá mutogatott, és szoktam is mondani a férfiaknak, hogy miért buktuk el a paradicsomot, mert hallgattál a feleségedre. Tehát ne hallgass a feleségedre, ha nem akarsz elbukni. Ezt ne vegyétek komolyan, ezt a tanítást, és ezt csak akkor szoktam ezt a tanítást mondani, ha szimma nincs jelen. Mármint a feleségem. Most ugye nincs itt, és valószínűleg nem nézi a közvetítést, ezért nagyon bátran prédikálom. Otthon máshogy beszélek. De most viccet, ez nagyon tetszik nekem. Tényleg ezt mondta Isten, nem? Amiért hallgatál a feleségedre, ezért átkozott leszel. Pont. Ez én csak az igét hirdetem. De közben a feleségemre hallgatok. Oké. Tehát ezt én tudtam, hogy oké, rendben volt, hogy Éva elbukott, beszélt a kígyóval, csak hogy nagyon sokáig, lehet, hogy ti ezt tudjátok, valószínűleg tudjátok, jó prédikátorik vannak, csak azért ismétlésként a férfiaknak szeretném elmondani, hogy van egy ilyen megjegyzés, hogy végig beszélt az Éva a kígyóval, és megegyeztek, és evett, és azt mondja, hogy adott a vele levő férjének. Tehát Ádám ott volt végig. Passzívan jelen volt. És ezt szoktam mondani a férfiaknak, férfiak, ez az egyik legnagyobb hiba, amit el tudunk követni, a passzivitás. Amikor nem vagy férfi, amikor ismerős ez minden férfinak, igaz? Mert az asszonynak mindig van 100 ötlete. Így van, mindig csinál valamit, és azt együtt nem fogod bírni, és a passzivitás az egyébként az egy életmentő cselekedet a részünkről, amikor csak ne szóljon senki, csak bámulsz ki a fejedből, nézed a meccset, vagy bármit csinálsz egyébként, csak annyira ötlete van, együk az almából, bölcsek leszünk, ezt csináljunk, a gyerekkel ezt csináljuk, amaz csináljuk. Én emlékszem, hogy egy időben féltem elmenni szolgálni, bárhova, mert mire vasárnap délután ugye anyósom, sógorné, mancsa, ismeritek, ott voltak nálunk, és mire hazaértem, nem tudom, mi fogad. De az biztos, hogy átrendezték a házat, ezt ide tesszük, más lett a színe, és úgy fogadtak, így.
Akkor hazamentem, mondom, Istenem, a nők otthon voltak. Tehát a nők egyébként, nőknek mindig van ötletük egyébként, szokták mondani, tudjátok, hogy nekik nincs semmi dobozuk, ismeritek nem ezt a tanítást, hogy ők állandóan gondolnak valamire, mindig van ötletük. Egy férfi, mikor reggel megkérdezett, hogy te mire gondoltál este, hogy aludtál, mit tudom én. Arra emlékszem, hogy nagyon jó volt a pörkölt este, bekajáztunk, lefeküdtünk, felkeltem, az Isten csodálatos napja rám ragyogott. Megkérdezed a feleséget, és 12 dolgot mond, amit éjszaka összeállított, mert járt az agya. Igaz, így van. És akkor Ádám is azt csinálta, hogy Éva ezt csinált, azt csinált, és ő végig passzívan ott állt, és mondja, egyél Ádám. Evet, nem csinált semmit, de az Isten a felelősséget Ádámra bízta, nem Évára. Tehát a passzivitás, amikor kiengedjük a kezünkből azokat a dolgokat, amelyek ránk vannak bízva férfiak, és azt mondjuk, igen, ügyes az asszony, rátermet és csinálja, és amikor passzivitásba vonulunk, az annak mindig rossz a vége. Ámen, egyet tudok ezzel érteni? Férfiak, legyetek férfiak. Nem mindig könnyű, de meg lehet tanulni, én 26 éve vagyok házas, és tudom, hogy egészen jól meg lehet az egész dolgot tanulni, úgyhogy tudunk egymásra úgy figyelni, hogy ez nagyon-nagyon jó működjön. Soha olyan jó nem volt a házasságunk, mint most. A szerelem is sokkal jobb, mint volt. Nem bírtam volna elképzelni, hogy jobb lehet a szerelem, mint a nászúton. Jobb sokkal. Mélyebb és kiforrottabb lehet, amikor mind a kettő fél a helyén van. De ez most csak zárólélyes megjegyzés. Tehát adott a vele levő férjének, aki nagy bombán végignézte az egészet. A kérdés az szerintem mi lett volna, hogyha Ádám szól egy szót? Valószínűleg még mondjuk ma is a paradicsomban lennénk, nem? Tehát ha Ádám ott a helyén van, és azt mondja, álljunk le, akkor ott leállt volna ez a dolog. De mi volt a kígyónak a hazugsága? Azt mondja, ugyan de, hogy fogtok meghalni, Isten ezt csak azért mondja, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesznek, mint Isten, megismeritek, mi a jó, és mi a gonosz. És azt olvasjuk, hogy az asszony elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsé teszik. Magyarul van valami, a tudás, ugye ez most a tudás fája volt, van olyan tudás, ami által értékesebbnek érezheted magadat, mint aki te vagy. Ugye erről szólt az egész. Olyanok lesztek, mint Isten. Tehát te eddig az embernek egyébként az értékesség, az identitása abból fakadt, amit Isten mondott neki. Mi volt egyébként az embernek a lényege, hogy Isten hasonlatosságára és képére teremtetett. Tudjátok, hogy eredetibe az eredeti szót hogy lehet lefordítani legpontosabban? Másolás vagy modell. Tehát amikor egy szóval akarod lefordítani a képére és hasonlatosságára, a Biblia fordítók meg a héber szót, ha megnézzük, akkor modell. Isten volt a modell, olyan, mint egy szobrász. Van egy modell, és pontosan a mását megcsinálja. Tehát Isten képére lettünk teremtve. Isten a modell, és ha Isten csinálja maga, igaz, mert ő teremtett bennünket, akkor szerintetek milyen lehet a másolat? A tökéletes Isten csinált minket a saját képére. Ő volt a modell, megalkotott bennünket. De azt mondta, hogy egyetlen egy dolgot kérek tőletek, hogy erről ne egyetek, erről a fáról, a tudásnak a fájáról, és az ördög megkereste őket, Évát, azzal a gondolattal, hogy van egy olyan titkos tudás, egyébként az összes okult mindenféle hamis dolognak, tudjátok, hogy ez az alapja. Van valami titkos tudás, ami által több lehetsz. Ez az ősi egyetlen egy hazugság becsapja az emberiséget ezer és ezer év óta folyamatosan. Van valami titkos dolog, valami titkos tudás, amitől több lehetsz. És az ember szíve ez annyira vágyik erre. Ettől több leszel. Ugye a büszkeséget, mikor megfogalmaztuk, azt mondtuk, hogy egy olyan érzés, hogy valami olyan tudás tett, vagy valami, amitől az önérzetem növekedik, tehát többnek érzem magam. És ha megnézitek, a büszkeség volt az,
amely által elbuktuk a paradicsomot. A Isten elleni lázadás. És mi volt a következménye a büszkeségnek? Mi a büszkeség következménye? Azt olvassuk, hogy felnyíltak a szemeik, és hirtelen minden másként láttak, és elkezdték szégyelleni magukat. És fögefa leveleket tettek maguk köré. Előtte nem szégyelték magukat. Miért? Mert amíg nincs benned büszkeség, nincs benned szégyenérzet. Amikor büszke vagy, a példabeszédi 11.2, a büszkeséggel együtt jár a szégyen mindig. Nem érdekes? A büszkeség, amikor megtámadta az embert, azonnal jött a szégyen. És elrejtőzködtek a büszkeségből. Amikor belebuksz a büszkeségbe, mindig rejtőzködni fogsz. Ugyanerről szól a Jeremiás 17, ismeritek jól az Jeremiás 17.5.6, amikor azt mondja az Istennek az igéje, hogy átkozott az az ember, aki emberi dolgokban bízik, testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Nem tudom, ez melyik fordítás, de így van, hogy olyan lesz, mint hangafa a pusztában, sovány és lakhatatlan földön. Most nem e fordítást ki se kerestem, csak így mondom nektek, meg gondolom, jól ismeritek ezt az igét, vagy ott van. Oké, mert olyan lesz, mint hangafa, hát tényleg ez pont a Károli, hangafa a pusztában is nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. És utána mondja, hogy áldott az az ember, aki az Úrban bízik, és bizodalma az Úr, mert olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja a gyümölcsét, és a szárazságban sem szűnik meg, a száraz időben sem a gyümölcsözéstől. Megint egy zárójeles megjegyzés, hogy valamiért mindig azt hiszik, hogy ha az Istenben bízik a szívünk, akkor a száraz időszakot megússzuk. Ugye mindig gondoljuk ezt? Az az érdekes, hogy a Biblia ezt sosem ígéri. A legtöbb csalódás, amikor az emberek kikerülnek a gyülekezetből, én tapasztalatom szerint annak a 90%-a csalódás miatt van. És az emberek olyan dolgokban csalódnak, amit amúgy Isten sosem ígért meg. Valamiért azt gondoljuk, hogy ha az Istenben bízunk, akkor nem kerülünk száraz időszakban, száraz évszakban. De a Biblia ezt nem ígérte meg, hanem azt mondja, hogy száraz időszakban is gyümölcsözik, és meg nem szűnik a gyümölcsözésre. Vagy a Károli így fogalmaz, hogy ideje korán gyümölcsöt terem. Tudjátok, hogy én a Tisza mellett nőttem fel, a Tisza folyt a kertünkben, sőt, még a Kraszna is, sőt, még a Szamos is, tehát három folyó volt a városunkban, és amikor februárban kimentünk az erdőbe, és minden teljesen kopár volt, és odaértem a Tisza partra, akkor a Tisza fölött közvetlenül már zöldek voltak a bokrok. Ami folyóvíz mellé ültetett fa, tudjátok, mert a víz miatt nem volt fagy, és ez állandóan jött a víz, és hamar kikelt, és állandóan zöldelt. Tehát én tudom, mert mindig megnéztem, és csak rácsodálkoztam, hogy soha nem sehol nem láttál még, nyilván a fenyő meg az örökzöld fákon kivéve, ilyen zöld, zöldelő fákat, de a folyóvíz mellett egyszerűen a zöldelt. És mindig eszembe jutott, ugye ismertem az igét, a Jeremiás 17, hogy aki bízik az Istenben, az ilyen, hogy mindenhol még kopásság van, ő bezzeg, gyümölcsözik. Miért? Mert a gyökere mélyen van. Mert nem függ az időjárástól, mert a folyóvíz mindig adott. Vagy eső jön, vagy nincs eső, vagy szárazság van, vagy nem. Tehát az összes többi fa ki van téve az időjárás hatásának. Mit jelent ez? Az átlagos ember a körülményeknek a rabja. Igaz? Jó időben boldog, rossz időben boldogtalan, de a folyóvíz mellé ültetett fa az egy ilyen állandóságot ad, mert az Istenből mindig tudsz meríteni. Na de, azt mondja az Istennek az igéje, amiről most mondja, büszkeségről van szó, hogy aki emberi dolgokban bízik, és abból meríti az ő sikerességét, ugye, mert itt arról van szó, az ő áldását, azt mondja, egy idő után árkozott lesz, és kettő következménye van az átoknak. Azt mondja, olyan lesz, mint hangafa a sivatagban, azt tudjátok milyen, magányos, és nem látja, hogy jó következik. Tehát a büszke, most nagyon egyszerűen mondom, büszkeség következménye az Isten igéje szerint, hogy magányosnak érzed magad, és depressziós leszel. Összeomlasz, és nem látod, hogy jó következik. Amikor én, mint szolgáló, elkezdek saját dolgaimban bízni, saját magamba, és elkezdett teperni Istenért, minden egyes ilyen eset következménye az volt, hogy úgy éreztem, hogy egyedül vagyok,
nem értenek meg, nincsenek velem, egyedül kell harcolnom, nem igaz az, hogy nem tudok úgy bízni emberekbe, és ennek nem lesz jó vége. Hiába csinálom, nincs gyümölcs. Ismerős ez nektek? Tudjátok, amikor magányosnak érzem magam, és nem látom, hogy jó következik, és a reménységem megtörik, akkor azt mondom, Istenem, a fő probléma az, hogy megint magamban bíztam, emberi dolgokban. És az lehet böjt, az lehet evangelizációs sorozat, az lehet dicsőtő alkalom, akármi lehet, csak nem az Istenben bíztam, hanem abban, amit én fogok tenni Istenért, és tepertem emberi erőből, és megpróbáltam ezeket jól csinálni, és egy idő után elfáradtam. Nem akarok most hosszan beszélni róla, nézzétek meg Illésnek a példáját. Amikor magában bízott, teljesen összeomlott, meg akart halni, azt olvassuk, hogy egy fa alá leült, és azt mondta, hogy elég egyedül vagyok, mindenki elhagyott, és meg akarok halni. Ugyanaz, magányos, depressziós. Mert elkezdte félteni az ő életét, amikor Jézabel megfenyegette őt. Jakab 4:6-7 azt mondja, ezt most kikeresem, mert azt hiszem, hogy ez a fordítás hozza legjobban ezt az igét. Én most amikor ezt a fordítást mondom, akkor az egyszerű új fordítást mondom. Azt mondja, Isten ellenáll a büszkéknek, de kegyelmed ad az alázatosnak. Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és ő el fog futni tőletek. Amen. Amikor én szellemi harcot folytatok, és valaki ellen harcolok, és azt nem tudom legyőzni, és nem megy el, akkor tudjátok, mire jöttem rá? Ez az egyik alapig az életemben. Amikor büszke vagyok, és úgy harcolok az Istennel, vagy úgy harcolom a szellemi harcot, minden egyes esetben rájöttem, hogy ha nem tudom legyőzni, és nem megy el, akkor az nem a sátán, hanem Isten. És mindig meg szoktam vizsgálni a szívemben a büszkeséget. Miért? Hát azt mondja, hogy ha büszkeség van benned, akkor az Isten ellened áll. És az Isten sohasem tudod legyőzni. És utána mondja az ige, hogy adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki, ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és elfut tőletek. Nagyon sokszor van az, egyébként sokszor előfordult már az a mi életünkben is, hogy, és észrevettem, és sokat gondolkodtam ez az igén, hogy a szellemi törvényszerűség az, hogyha büszkeség van bennem, akkor Isten nem akarja, hogy még sikeresebb legyek, mert mit fog ez eredményezni? Még nagyobb büszkeséget. És ettől meg akar kimélni. Miért áll ellen Isten, és miért nem sikerülnek a dolgok? Azért, mert alapvetően büszkeség van bennem. Tudjátok, hány gyülekezet van, aki, meg hány szolgáló, aki nagyon sokat jó dolgot tesz azért, hogy ő sikeresebb legyen, mint a másik. Ismerős ez? Többen térnek meg nálunk, nagyobb lett a mi gyülekezetünk, nagyobb a kenet, többen gyógyulnak, jobban ismerik az igét, nagyobb a szeretet, akármi lehet egyébként. Amikor elkezded magadat hasonlítgatni másokhoz, és eldöntöd, hogy valami nagyon nagy dolgot akarsz tenni Istenért, és nem sikerülnek a dolgok, az azt jelenti, hogy azért, mert a motiváció alapvetően a büszkeség volt. És nem akarja Isten, hogyha büszkén teszel valamit, azért, mert hogy jobb akarsz lenni, mint a másik, azért, mert hogy úgy akarod érezni, hogy végre elismerjenek minket. Az egyik ilyen dolog egyébként, hallgattam pásztorokat, most bocsánat, hogy ilyen kicsit pásztoros dolgokra beszélek, de jól fogjátok érezni. Az egyik ilyen dolog a nézettség most. Ugyanis az utóbbi 6-7 évben pontosan tudod, hogy mondjuk online hányan néztek, igaz? Hétfőn, kedden megnézel a YouTube-ot, 65-en néztek. Mi szokott ilyen következni a másik életébe? Hát a másik gyűlit 750-en. Össze kell magukat szedni. Csinálni kell valamit. Vagy kiteszel egy képet a Facebookra mondjuk. Lájkolták 10-en. Másikat lájkolták, nem tudom mennyien. Akkor elkezdett csinálsz, hogy én is szeretnék valamit mutatni, és akkor mit tudom én, egy olyan olaszországi mediterrán reggelit teszel ki, amit
garantáltam másoknak. És tudjátok, ilyenkor szokott lenni az, hogy ölelkeznek a párok, nagyon szerelmesek vagytok, a vörös rózsa itt is, ott is, bármi, csak lényeg az, hogy egyszerűen azt akarod érezni, hogy te is vagy annyira ért, az én házasságom is van annyira jó, én is el tudok onnan menni, mint a másik, én is tudok olyan szelfit lőni, mint a másik, és ez egyszerűen az egész egy rossz motiváció. Ezek egyébként nem olyan bűnök, amely olyan könnyen észrevető, igaz? Tehát ez nem olyan dolog, hogy elszívsz egy doboz cigit, és káromkodtál utána egyet, most mondtam direkt olyan bűnöket, amiket úgy mondjuk, hogy hát mi jól biztos nem teszünk, csak hogy büszke vagy. Csak hogy posztoltunk egy csomó dolgokat azért, hogy több lájkot szerezzünk. De az, azt mondja az Isten, ellenáll a büszkének. Tudjátok, hányszor belebuktam olyan dolgokba, úgyhogy én amúgy megmondom őszintén, amúgy nem tartom magam annyira büszke embernek. Isten egy kicsit büszkének tart engem, mint én magamat. De általában be szoktam bukni az életbe, és akkor utána mindig észhez térek. Hála Istennek. A legjobb dolog amúgy őszintén megtérni. A legjobb dolog. Példabeszédek 16-18 azt mondja, a büszkeség a közelgő összeomlás hírnöke, az elbizakodottság pedig bukásé. A büszkeség a közelgő összeomlásnak a hírnöke. Szeretnék itt megállni egy kicsit, és nem sokára befejezem, de ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon ki voltam bukva, amikor elbuktam bizonyos bűnökben. És szégyeltem magamat Isten előtt. Ez ismerős, igaz? Voltatok már így? Van egy kérdésem egyébként, mert ezt az elején akartam feltenni, csak azt elfelejtettem, hogy ki az, aki itt a gyülekezetben egyébként, akinek komoly baj van a büszkeséggel? Kérlek, jelentkezzen. Van felvétel? De jó, jól vállalt büszkén, hogy büszke vagy. Oké. Sanyi, majd, ha van felvétel, nézd már, ki nem jelentkezett. Jó, ezt direkt azért csináltam, hogy... Ezt tudjátok ellenőrizni. Nagyon sokszor bizonyos dolgokban elbuktam, és brutul éreztem magam. És Isten elé mentem, és tudjátok, mi jön ilyenkor? Leborulsz az Isten elé, össze vagy törve, el akarsz bújni a világ elől, ki vagy teljesen borulva magadba, és az egyik legrosszabb érzés, hogy csalódsz nagyon magadba. És azt gondoltam régen, és mondtam Istennek, hogy Istenem, már megint nagyon csalódtál bennem. Egyszer egyébként egy nagyon szép napon rájöttem, hogy Isten nem csalódott bennem, ugyanis már előre tudta. Miért tudja Isten egyébként? Amúgy is minden tudó, csak tudjátok, hogy amikor a büszkeség magját az ördög elveti a szívedbe, annak a következménye a bukás lesz. Tehát amikor ez a mag elvetődik, akkor te még nagyon jól érzed magad, mert nagyon jó dolgokat teszel, csak a menny már nagyon jól tudja, hogy hamarosan bukni fogsz. Te még jól érzed magad, és akkor még sütkérezel, és akkor azt gondolod, én voltak ilyen imáim, hogy ezt mondjuk viccből mondtam az Úrnak, de utána mindig akkor akart buktam, hogy elég volt helyre tenni magamat, hogy Uram, ezt is ezt kérem tőlem, tudom, hogy meghallgatsz, ezen egy kicsit csodálkozok. Mondtam ilyen imákat az Úrnak, de hát az egész életem a tiéd, rólad szól az egész életem, általában akkorákat buktam utána, hogy össze voltam törve, és Istenem, van olyan a mennyben, hogy törlésgomb. Tehát ezt a hetet törjük már ki, és az egész imát újra kezdem. És utána azt szoktam mondani, hogy Uram, én a te fiad vagyok. És mivel te nagyon jó Isten vagy, és szeretsz, ezért kérlek, hallgass meg engem. Úgy ez nagyon jó érzés, mert ebben nincs teljesítménykényszer, tudjátok? És volt olyan, hogy teljesen idétlenül viselkedek néha, még mindig. Kiborítom magamat, amikor akár mint férj, meg mint apa, iszonyat hülyeséget csinálok, vagy mint pásztor a gyüliben, akkora döntéseket hozok, hogy hazamegyek, és fogom a fejemet, és nem értem ezt az egészet. És tudjátok, hogy megfigyeltem magamat, és nagyon, nem tudom, van ilyen gyakorlatotok, de én szoktam olyat, hogy leülök, és elkezdem mondani Istennek azt, ami leginkább a szívemben van, és szeretek úgy imádkozni, amikor nem figyelek oda, hogy mit mondok, hanem úgy felfakad belőlem. Szoktatok ilyet? Tehát
Nem tudom, értitek-e, miről van szó. Tehát leülök, és elkezdem mondani Istennek azt, amin nem gondolkodok, hanem úgy a Dávid azt mondja, hogy önts ki a szívedet, mint egy pohár vizet az Úr előtt. Na, most akkor bibliailag mondtam, hogy ez mit jelent. És elkezdem mondani, és utána figyelek arra, hogy miket mondok, mert ilyenkor szellememből jön az ima, nem az agyamból. És megfigyeltem, hogy ilyenkor általában ezt imádkoztam, hogy mi is volt az ima tipikusan? Ja, igen. Uram, elhiszem, hogy nagyon csalódtál bennem, és én is nagyon csalódtam magamba, és megmondom őszintén, egy ilyen bukás után mindig azt mondtam, hogy azt gondoltam, hogy én már nem itt tartok. Emlékszem, hogy ez rendszeresen előforduló ima volt nálam, és egyszer megálltam, és mondom, mi az, amit imádkozok én? És mindig azt mondtam, hogy Uram, azt gondoltam, hogy már nem itt tartok. És amikor azt gondoltam, hogy már nem itt tartok, az azt jelenti, hogy büszke voltam. És a szentség mozgalomban egyébként mindig a bűnökre szoktunk figyelni, és egy bizonyos elkövetett bűnöknek a megtérésére koncentráltunk, csak tudod, azt mondja a Biblia, hogy a bűn az már következménye valaminek, minek a következménye? A büszkeségnek. Tehát a fő probléma az volt, hogy én azt gondoltam, hogy már tartok valahol. Azt gondoltam, hogy én már vagyok valaki. Azt gondoltam, hogy én ilyen bűnöket már nem követhetek el, és bennem volt ez a büszkeség, és amikor elbuktam, akkor újra ott voltam az Isten előtt, és helyreállt a viszony, hogy Istenem, te vagy a szent és igaz, én meg vagyok az egyszerű ember, aki itt vagyok, és kegyelemre szorulok, és kérem a te irgalmadat. Ez az állapot, ugye ezt jelenti az alázat, ez nagyon jó, és nem a elkövetett konkrét bűn volt egyébként a probléma az életemben, hanem az előtte megbújt büszkeség, amit nem vettem észre, és amikor egy aktuális bűnt elkövettem, akkor mindig visszakanyarodtam az Istenem, menjünk csak vissza. Valahol például kicsit sikeres voltam, valahol bejött a gyülibe az, hogy valami vagy népszerűség, vagy nagyon jól mentek a dolgok, vagy imádkoztam és meghallgatott Isten, értitek? Tehát ilyen dolgokkal kezdődött az egész, és kezdtem magam jól érezni, és óhatatlanul elindultam egy olyan irányba, hogy most már rendben vannak a dolgok. És amikor a büszkeség elkezdett bennem felnőni, én nem vettem észre, de tudom már, a mennyben már az angyalok nevettek, mert olyankor nagy dolgokat mondtam, hogy Istenem. Hogy mondja Dávid? Azt hiszem, Dávid mondja Zsoltárosba, hogy jó állapotomban azt mondtam, hogy nem rendülhetek meg soha. Vezettem az egész gyülekezetet a dicsőtésben, a te szent sátorodba. Tudjátok, mentek a Dávid sátorába is. Azt mondja, azt gondoltam, hogy most már semmi nem történhet. Becsabi a múlté, gondoltam mondjuk Dávid. Ilyen én már velem nem történt. Hál' Istennek lerendeztem ezeket a dolgokat. Vigyázok a számra. Már nem mondok olyanokat, mint amit én mondtam régen, hogy nincs az egésznek semmi értelme. Én szerencsétlen vagyok. Ebből is kinőttem, abból is kinőttem. És Istenem, köszönöm, hogy bár ezt is megoldottam, és mint vezető, és mint családfő, és sokkal jobban tudok gondoskodni, és az adakozáson is régen nagyon utáltam adakozni, mert nehogy már elvegyék a kis pénzemet, amit nehezen gyűjtöttem össze, most már az adakozás is nagyon jó, mert stb. El is hiszem, hogy megáldottál, és utána az ember egyszer csak, mikor ez kicsit persze ki van sarkítva, sokkal szerényebb vagyok ennél, csak most miattatok mondtam ezt, de értitek, miről van szó, nem? Tehát amikor úgy megtámadott a büszkeség, és egyszer csak volt egy pont, amikor puff, történt valami, és akkor ott voltam Isten előtt, és akkor azt mondtam mindig Istennek, hogy Uram, ott vagyok, hol a parcakad. Csak már rájöttem, hogy te ezt előre tudtad, mert te már láttad, hogy amikor a büszkeség elkezdett így egy kicsi hangokkal sugdosni nekem, és már akkor tudhat, hogy bukni fogok, és tudjátok, mint mondtam Istennek, ezt az aktuális bűnt köszönöm neked, Istenem, hogy elkövettem, ugyanis azt eredményez, hogy megint észhez tértem, és azt mondja, Uram, én nélküled senki nem vagyok. Én nélküled, én azt mondtam Istennek, hogy az a döbbenetes, hogy a legkisebb kísértés is levesz a lábamról, úgyhogy én oda megyek hozzád, és feladom azt az egészet, én már nem akarok senki lenni, egész egyszerűen ott akarok lenni előtted.
és csak az számít, hogy te ki vagy. Amikor büszke vagyunk, akkor az számít, hogy mit tettünk Jézusért, amit elértünk, akkor számít az adakozásod, akkor számít az, hogy te sokat imádkozol, számít az odaszánásod, számít az, hogy azt gondolod, hogy ilyen vagy ilyen, amikor pedig összetörsz, akkor semmit nem számít, amit te tettél, hanem a nagy Istent imádod. És az olyan felszabadító, mert a nagy Istent imádni az annyira jó egyébként, az annyira felemelő, mert ő nagy, mert ő csodálatos, és ő végzi benned ezeket a dolgokat, és nincs meg az a felelősséged, és teljesítmény kényszered, ami vallásosságba vezet mindig. És egyszer ott vagy Isten előtt, és a kereszt árad rád, és újra az az ember vagy. Igaz, hogy akkor voltál nagyon boldog, amikor például megtértél, még nem csináltál semmit, csak árad rád a kegyelem, nem? És azt élvezhet, hogy nem csináltam semmit, csak elfogadtam Jézusnak a megváltását, és azáltal szabad vagyok. És amikor visszatérünk erre az állapotra, ott vagy a térdein, és azt mondod, hogy Uram, köszönöm ezt az aktuális bukást, mert megint megkerdültem. Én nem tudom, hogy vagytok, vagy ez csak egy szabkeres kulturális sajátosság, de időként az ember egyszerűen megkerdül. És fontos az, hogy majd értsétek, igaz, nem fogjátok félreérteni, hogy időközben el kell hibákat vagy bűnöket követnünk, még az is sokkal jobb, hogyha ez megtérést eredményez, mint hogy benne maradj egy büszke állapotodba, akkor is, hogyha nem követsz el olyan cégéres bűnt, mert ez a büszkeség, amikor benned van, bármikor, bármibe elbukhatsz. Mert árkozott az az ember, aki magába bízik. Én bíztam néha a saját szentségembe, bíztam néha a saját gyülekezetünknek a felállított dolgába, hogy az megvéd bizonyos dolgoktól. Nézzük meg még a végén a legbüszkébb királyt. Az egyik legbüszkébb király. Tudjátok, ki volt az egyik legbüszkébb király? Saul. Ő volt az az ember, akiről ma azt mondanánk, hogy őt még az Isten is királynak teremtette. A legszebb férfi volt Izraelben, ezt a Biblia mondja, a legmagasabb, ráadásul Benyámin nemzetségéből származott, gazdagok voltak, minden adottsága megvolt, rendkívül tehetséges hadvezér vagy harcos volt egyébként, mindene megvolt, de kisebbségi érzésekkel küzdött, ami a büszkeség legundorítóbb formája, onnan tudjuk, hogy eljretőzködött a bőröndök közé. Emlékeztek rá, ismerős a történet? És azt mondja Sámuel neki, hogy nem te kisebb voltál a saját magad szemeidbe, és ő valaki akart lenni, és ilyen büszke volt, és amikor elbukott, az 1 Sámuel 15.30-ban azt olvassuk, hogy igaz, hogy vétkeztem, tudjátok, az a híres sauli vétkezés, de kérlek, mit olvasunk, ne szégyeníts meg a népem vezető és egész Izrael előtt, jöjj velem vissza, hogy leboruljak Istened az örökkéval előtt, Sámuel engedett neki, és Saulal együtt ért vissza a vezetők, és Saul pedig leborult az örökkéval az Isten előtt. Azt olvassuk, hogy a büszkeségnek mi a velejárója, példabeszédek 11.2, a szégyen. Saulnak, mint büszke embernek, tudjátok mi volt? Az élete legfontosabb, egyik legfontosabb motivációja. Igaz, hogy vétkeztem, az Isten elvette tőlem a királyságot, de gyere vissza, hogy nehogy megszégyenüljek. Tehát az emberek előtti tekintélyem az mindennél fontosabb. Gyere velem vissza, Sámuel, hogy magyarul, most ezt leegyszerűsítve mondom, igaz, hogy dolgokat elkövettem, de ne derüljön ki. A büszkeség az, amely az őszinte megtéréstől és az Istennel való őszinte kapcsolattól mindig meg fog fosztani. Igaz, hogy tudom, hogy vannak dolgok az életemben, amiket elkövettem, de mindennél fontosabb, egyébként a legnagyobb botrány most amerikai gyülekezetekben ezért van, mert túl nagy gyülekezetek, túl nagy siker, túl nagy pénz, és mindent elkövetnek, ugye van most a Hillsong botránytól kezdve minden, ha mélyre mentek ezeknek, akkor azt látjátok, hogy egy egész rendszert, ügyvédeket alkalmaznak, felépítenek, hogy igaz, hogy tudjuk, hogy a rendszerben baj van, de mindennél fontosabb, hogy ne derüljön ki, mert bukik a rendszer. Saul mit mondott? Elveszítettem a királyságot, tudom, hogy vétkeztem, elrontottam, de gyere vissza velem, hogy az emberek előtt meg ne szégyenüljek. A tekintélyem, hogy megmaradjon az emberek előtt, az fontosabb. Tudjátok, a legjobb dolog, amikor őszinte vagy, Dávidról azt olvassuk, hogy sokkal nagyobbat vétkezett, de őt nem a saját tekintély érdekelte, hanem tudjátok, mi volt neki fontos? Azt mondta, a szabadulásnak az örömét ad vissza nekem, az engedelmesség szellemét. Azt mondja, a Szent Szellem elment tőlem. Sokkal fontosabb, hogy te velem legyél, mint hogy mit gondolnak rólam mások. És tudjátok, mit csinál Saul?
ez a büszke embernek az egyik legnagyobb, legerősebb jellemvonása. Sámuellel együtt, miközben tudta, hogy vétkes, tudta, hogy nincs megbocsátva a bűne, tudjátok, mit csinált, visszamentek együtt, és leborult az Isten előtt, és úgy eljátszott a nagy imádatot. Én megfigyeltem egyébként, hogy azoknak az embereknek, akiknek valami bűn van az életükben, és nincsen rendben az életük, hatalmas vallásos teljesítményre képesek. Ha karizmatikus zsűribe vagy, akkor azok, akik vagy szabolulni fognak, vagy leborulnak az Úr előtt egész végig, vagy nagyon imádják az Urat, vagy nagyon adakozni fognak, vagy a szolgálatban egyébként mindig jelentkezni fog. Tehát ha nem akarsz megtérni az Isten előtt, mert takargatod magadat, de mivel tudod, hogy valami nincs rendben, ezért kénytelen vagy valami nagyon nagy dolgot tenni, valami vezeklő dolgot, és akkor te vagy az, akit amúgy a vezetők szeretnek, mert minden szolgálatra jelentkezel, te ott vagy pontosan. Ha már a pontosságról volt szó, te vagy az, aki mindent jól csinálsz, azért, mert hogy érzed, hogy valami nincs rendben, de hogy mintha őszintén szembenézel önmagaddal, megpróbálsz mindent csinálni, hogy leborulni az örökké valót, hogy eljátszani azt, hogy az Isten hátha megkönnyörül rajtam. Pedig csak mit kellene tenni? Amit Dávid tett. Tudjátok, mit tett, amikor Nátán megfette? Én vagyok az ember, én vagyok a bűnös, itt vagyok, vállalom a következményt, megtérek. És az egyetlen egy ember, akiről azt mondja Isten, hogy az Isten szíve szerint való férfi. És a büszkeség azt eredményezi, hogyha büszke vagy, meg tudnak az emberek sérteni, érzékeny vagy, önérzetes vagy. Ugye a büszkeség másik kifejezése, önérzetes vagy. Az én gyülekezetem az volt a probléma, hogy állandóan mindenki megsértődött. Ezért kezdtem el erről prédikálni egyébként. Mi magyar emberek amúgy is önérzetesek vagyunk, büszkék vagyunk, a debreceniek meg végképp. És azt mondták nekem, hogy engem nem érdekel, ismerős ez a mondat, engem nem érdekelnek, engem nem az emberek érdekelnek, én mindent Istenért teszek, mondja az egyik ember. Elmegy szolgálni, délután beszélsz vele, össze van törve, mi van? Senki nem köszöni meg nekem. Még csak nem is köszöntek a gyülibe, rám se néztek, nem is foglalkoztak velem, de hát azt mondod, hogy hát most mondtad, hogy Istenért teszed. Hát igen, de azért hálátlanak az ember, stb. Stb. Akkor jön a másik, miért van az, hogy ő a színpadon áll, én meg csak itt vagyok. Hát de te mondtad, hogy nem ez számít. Hát igen, igen, de nagyon rosszul esett. Jön a követ, ismerősek, nem? Mindenképpen gondolom, hogy minden, gondolom lehet, hogy itt is, ha nem is itt, de a reformátusoknál biztos van ilyen, vagy nem tudom hol. Vagy ha veled még nem történt meg, de biztos, hogy valamelyik családtagodra most néz körül, lehet, nem te vagy az az ember, de a szomszédod, a biztos a jellemző ez. És hogy amikor én így voltam, akkor elkezdtem imádkozni Istennek, hogy Istenhez, hogy Uram, mi a megoldás? Ez nagyon tetszett, amit én láttam, és azt mondtam, Uram, hogy lehet az, hogy ahogy te éltél, hogy hálátlanok voltak az emberek, igaz? Gyógyítatlan betegségből meggyógyítottad őket, a leprásokat, még csak vissza sem mentek hozzád, és Jézus mit csinált? Következő nap ugyanúgy gyógyított. Tehát hálátlanok voltak. Amikor hirdetted az evangéliumot, meg akartak ölni. Mindent elkövettek, ráadásul a egyik legjobb barátod ellopta a pénzedet, ugye? Judás meglopta őt folyamatosan, el is árulta őt, akkor akibe bíztál és mondtad, hogy te leszel a Péter, ő le is tagadott, nem is ismerem. Tehát mindent elkövettek ellene, és mondom, hogy lehet, Uram, az, hogy én ne legyek ilyen büszke, és ne legyek ilyen érzékeny, és szeretnék tényleg rád figyelni, hogy ne azt számítson, hogy én ki vagyok. És nem tudtam azt, hogy tudom ezt elérni az életembe. És tudjátok, amikor imádkoztam, egyszer volt egy látomásom. Ez a látomás nagyon tetszett nekem. Kicsit bizarr, de megértettem. Isten néha ilyen vicces dolgokat mond nekem, de abból mindig megértem a lényeget. És a látomásomban az én saját temetésemen voltam. És én feküdtem egy koporsóba. Szépen kisimult arccal, mert ugye hát én nem voltam ott, mert csak a testem, gondolom én a mennybe voltam, és én valahogy ott voltam a sorok között. És odajöttek emberek, és kritizáltak, szittak,
Mindenfélét elmondtak rólam, és csak mondták is így, ahogy ott voltam a koporsóba, jött az egyik, jött a másik, jött a harmadik ember, és nagyon csúnya dolgokat mondtak rám. És én fentről láttam magamat, rezzenéstelen arccal békességbe feküdtem. És én teljesen megértettem az Istennek az üzenetét, amikor azt mondtam, hogy lehet az Uram, hogy én is csak rád figyelek, és ne számítson azt, hogy én velem mi van, és hogy ne legyek érzékeny, megértettem, akkor lesz, ha meghalok. Halott embert, láttatok már halott embert megsértődni? Meg nagyon csúnyákat mondasz rá, úgy, amit egész életben nem mertél elmondani, még szembe is köpöd. Nem nagyon fog megsértődni, és ugyanúgy fog feküdni. És akkor rájöttem az egészre, hogy ha meghalok, akkor ez nem érvényes rám. És akkor jött az az ige, amit jól ismertek, akkor már amikor az Isten ad egy látomást, mindig jön az az ige, hogy miről szól. Galata 2.20. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amelyet testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta éretem. Ugye így van, és én mindig a Károli szerint idézek, mert sajnos én még csak ezt tudom, tehát ugye Pál apostolisnak is jó volt. De a Galata 2.20 azt mondja, hogy Krisztus együtt megfeszítettem, és halott vagyok. Tehát ha valóban elhiszed azt, hogy te meghaltál a Krisztusnak, és vele együtt megfeszítettél, akkor az óembered, az az érzékeny, büszke valaki, akkor az, aki te voltál, akkor az meghalt, és az új embered már egy krisztusi természet. Amikor meghalsz önmagadnak, és ezt valóságosan átéled szellemben, akkor az azt jelenti, hogy akkor akit megsértettek, az már halott. Aki mindig még érzékenykedett, és akinek nagy volt az igazságérzete, aki mindig ilyen vagy olyan volt, az már meghalt. Aki viszont most él, az mennyei természettel bír, akit viszont sértegetnek, az már oda van feszítve, Krisztus együtt megfeszítettem. És akkor rájöttem, hogy ha az evangéliumot, amit mindig prédikálok, egyszerűen megélem, akkor fel fogok szabadulni. És elkezdtem így élni, hogy Istenem, akkor Krisztus együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én. Jó, testben élek, még elkövetek hibákat, de már egészen más szemmel akarom nézni az embereket, más szemmel akarom nézni az életemet, és amikor ezt elkezdtem gyakorolni, elkezdtem felszabadulni. Megszűntem teljesítménykényszerektől, nem kezdtem már magamba bízni, nem gondoltam azt, hogy az Istennek minden nap bizonyítanom kell, hanem átalakult a kapcsolatunk egy természetes apa-fia kapcsolatra. Tudjátok, milyen egy jó apával való kapcsolat, és azóta értettem meg, amióta én apa lettem, és van egy fantasztikus fiam, ő 25, én 50, és ahogy én ránézek, és ahogy gondolkodok felőle, mindig arra gondoltam, hogy ha Isten így gondolkodik felém, amikor én elvileg rosszban voltam a fiammal, tudjátok, meg leszittem őt, de a szívemben annyira szeretem, ránéztem, legszívesebben mindig megöleltem volna, és mondtam, fiam, hát nem hiszem el, hogy rendetlen vagy, meg nem tudod, mert anyád lett fogsz írni, meg ahogy mondtam, de ránéztem, mondom, ó, Istenem, hát ez rám ütött. Hát összes hibáját tőlem örökölte, és fogtam is a fejemet, hogy mit mondjak neki. Nem nagyon volt olyan, amit ne tőlem örökölt volna, de mondom, szegény fiú, hát ezt kapta. Mondom, hát hogy szígyam le, érted? Annyira szeretem, és mondom, felnéztem mindig, amikor láttam a fiamat, és azt mondtam, Uram, te is így vagy velem? Mert ha te így vagy, akkor nekem nagyon jó. Na, amikor úgy érzem, hogy haragszol rám, akkor is ennyire szeretsz engem. Mert a Biblia azt mondja, hogy gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a fiaitoknak, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok, mondom, ezek szerint te sokkal jobban szeretsz, de mondom, hogy ha minimálisan annyira szeretsz, mint én a fiamat, minden körülmények között, már akkor is nyert ügyem van. De mondom, ha sokkal jobb apa vagy, mint én, hát ez csodálatos. Nem tudom, azt a sztorit meséltem-e nektek, az egyik kedvenc sztorim volt, amikor túlzásba vittem a focit a szolgálat helyett. Meséltem már ezt a sztorit? És megsérültem. És ugye úgy nőttem fel, hogy ha nem az Isten szolgál tudod az első helyre, hanem a saját szenvedélyedet csinálod, akkor az Isten megbüntetés, hogy megsérültem, és nagyon fájt a lábam, rossz volt a térdem, így be volt dagadva, és megköszöntem Istennek.
És mondom, köszönöm, Uram, mert bár ez nagyon fáj, de köszönöm, hogy megfegyelmezted engem és szóltál nekem. Ezáltal újra visszatérek hozzád, és téged foglak szolgálni. És én hálát adtam is, nagyon büszke voltam akkor az én sérülésemre, mert hogy én szenvedek az Úrért, ugye? Tehát mindenből egyébként az embernek a büszkeségen, és így álltam az Isten előtt. És mondom, köszönöm, Uram, mert akkor téged foglak szolgálni. Nagyon amúgy, így nagyon alázatosnak tűntem, de úgy utólag visszagondolva nem vettem észre, de teljesen odáig voltam az én odaszánásomért az Úrért. És egyszer csak szólt Isten, nagyon ritkán hallom a hangját, és akkor azt mondta nekem, hogy te eltörnéd a te fiad lábát? Bármi történik is. Ennyit hallottam csak. Emlékszem, felnéztem, ez volt a válaszom, mert ugye annyira gyorsan válaszoltam, nem gondoltam át, hogy most az Úrral beszélek, hogy mit gondolsz rólam? És amikor kimondtam ezt, ugye, mert ugye én azt gondoltam róla, hogy eltört a lábamat, ó, mondom, Istenem, ne haragudj, de ez már megint nagyon rosszul jött ki. Bocsássál meg. Akkor tényleg nem te voltál? Akkor várjám, akkor én mit gondoltam, és akkor az ilyen történetek rávezetnek arra, hogy hát de én nekem ezt tanították, hogy ilyenkor te megfegyelmezel is, hogy de hát azt mondja, hát te se törni, de te sem így fegyelmezed a fiadat. Hát mondom, igen, én nem fegyelmezném így, hát dehogy, és elmiszem, úgy megsértődtem az Úr, hogy hogy gondol rólam az ilyen, mert ugye, amit nem hallottam, csak azt mondta Isten, hogy akkor te miért gondolod rólam? Testvéreim, úgy elszégyeltem magam, mert amikor büszke vagy, mindig megszégyenülsz. Ezt ne felejtsd el. Annyira megszégyenültem Isten előtt, és azt mondom, Úrram, ne haragudj már, tudjátok, mi volt a legszörnyűbb bűnöm? Nem az, hogy néha kicsúszik a szádon egy káromkodás, ha kicsúszik, vagy nem tudom, vagy ideges vagy. A legszörnyűbb bűn, hogy olyanokat gondolunk Istenről, aki nem ő. És simán a szájába adunk dolgokat, simán azt mondjuk bizonyos dolgokra, hogy ez ő volt. Miközben nem, és ezzel őt szégyenítjük meg. És én el tudtam képzelni Istenről, hogy ő megtesz olyat velem, amit én soha nem tettem még a fiammal. Azon a napon nagyon megtértem. És azt mondtam, Istenem, bocsánat, nekem teljes hamis Isten képe van rólad, kérlek segíts, hogy ezt a, mert ez egy bálvány, ezt most törjük össze, és építsük már fel az igazit. És kérlek téged, jelents ki önmagadat nekem, hogy ki vagy te valójában. Hogy úgy szeretnélek megismerni téged, aki te vagy. És tudjátok, ez az élet legcsodálatosabb pillanata. Nem számít, ilyenkor csak te vagy meg Isten, egyedül vagy őszintén, de annyira felemelő ez a pillanat, és önmagadat újra halálba adod, és akkor megszűnsz bizonyos dolgoktól, és felszabadulsz, és az Istennel kapcsolatod, mint egy csodálatos apa-fia vagy apa-lánya kapcsolat újra épül, és újra boldog tudsz lenni. És az értékességed nem abból fagad, amit te teszel, hanem amit Isten mond rólad. Tudod, mikor leszel boldog, teljesen boldog? Ha az értékességed, az önértékelésed mindig abból fakad, abból az egyetlen dologból, amit Isten rólad mond. Ezt nagyon jól jegyezzétek meg. Akkor minden rendben lesz. Például, amikor azt mondja, hogy egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Ezt Isten mondja. Például, amikor ránézett Simonra, és azt mondja, hogy te Péter vagy, és te apostol vagy. És az ő elhívása és az ő szolgálata abból fakadt, amit Isten mondott, hogy te Péter vagy egy apostol. Amikor ebbe kapaszkodsz vele, amit Isten mond rólad, akkor teljesen fel fog szabadulni, mert az független attól, jó napod van, vagy rossz napod van, az ő kijelentése az, amelyre felépíted az életedet. És amikor én nagyon rossz állapotomban vagyok, és teljesen szét vagyok csúszva, tudjátok, mit szoktam csinálni? Leülök, és megnézem azt, hogy az Isten mit mond rólam, hogy ki vagyok én, és nem az értékelésemet, az értékemet, a sikerességemet, az áldásomat, nem abból merítem, amit éppen érzek, hanem az ő kijelentése, az egyetlen dolog, amiben kapaszkodok, és akkor azonnal mindig helyre tudok kerülni. És a legjobb napjaim, hogyha a világ legnagyobb konferenciáján, ahol a legnagyobb Isten szelleme árad részt vennék, az se lenne olyan jó, mint amikor csak ő meg én ott vagyunk együtt az ő lábainál, és beszél velem, kommunikál, és újra épül a mi kapcsolatunk. A legcsodálatosabb dolog. És amikor a büszkeségettől megszabadulsz, az leszel, akinek igazából Isten teremtett, és az Isten felszabadít téged. Ha érintette ez a mai üzenet, és
magadra ismertél a büszkeség meg bizonyos területein, és talán elfáradtál a harcodban, talán állandóan küszködtél azzal, hogy mint keresztény értékes legyél az Isten szemébe, mások szemébe, talán magányosnak érzed magad, vagy el vagy fáradva abba, hogy hiába erőlködtél, mégsem úgy sikerültek a dolgok, csalódtál magadba, akkor most itt az ideje, hogy az Úr elé leboruljál. És engedj el dolgokat, és Isten újraépítsen téged. Úgyhogy most a szolgálat végén ezért fogunk imádkozni. Kérlek titeket, hogy hajtsuk meg a fejünket. Ha egyetlen egy dolog van, amiért bocsánatot kell most kérned Istentől, az legyen a büszkeség. Azt mondja a Biblia Jeremiás könyvében, hogy szántsatok magatoknak új szántást, és nem vessetek a tövisek közé. Hogyha észreveted, hogy a büszkeség magjait, a gonosz elvettette a szívedbe, és kezdett felnőni, akkor azt mondja, hogy ne állj meg tovább. Ugye a nevessél az azt jelenti a tövisek közé, hogy ne csinál tovább így az életed, ne csinál tovább a szolgálatodat, hanem szánts be ezeket a rossz dolgokat, és engedj el dolgokat. És térj vissza ahhoz, az egyszerű emberhez, aki akkor voltál, amikor nem számított, hogy te ki vagy, hanem azt számított, hogy az Isten kicsoda is mit mondott rólad. És lehet, hogy most éppen egy rossz élete, időszakát éled az életednek, és csalódtál önmagadban. Lehet, hogy elkövettél hibákat, és most felismerted azt, hogy ez annak a következménye, hogy valahol a hibáid elkövetése előtt eltértél a helyes útról, és a büszkeség kezdett felnőni benned, akkor térj vissza az Istennel kapcsolatodban arra a pontra, ahol elkezdődött ez az elhajlás. Szeretném azokat megszólítani, akik a szégyenérzettel küszködtök, és szégyelitek magatokat bizonyos dolgok miatt. A szégyen a büszkeségnek a velejárója. Azt, amikor az Isten elveszi a büszkeségedet, a szégyenedet is el fogja mosni. Azt érzem, azt mondja Isten szelleme, hogy többen vagytok, akik szégyenérzettel küszködtök. Szégyelitek valamiért magatokat, tettek miatt, dolgok miatt, ahogy nem úgy alakultak. Vannak olyanok, akik bíztatok valamiben, és hirdetetek valamit, és nem úgy alakult ez a dolog, és most szégyenbe vagy, kifejezetten nem tudom miért, de kifejezetten most ebben a pillanatban úgy érzem, hogy Isten szelleme a szégyent hozta fel, hogy vannak emberek, akik a szégyen érzéssel küzdködtök. Lehet, hogy valakik elkövettetek dolgokat, és nem is beszéltetek senkinek róla, és régóta próbáljátok valamivel elkendőzni az életeteket, de a szégyen érzés ott van bennetek. Szeretne most Isten megszabadítani a szégyen érzésétől. Ha így vagy itt, akkor egyszerűen úgy se lát senki, csak állj fel, és az Istenről kezdj el imádkozni. És az felállásoddal jelezd. Ugye amikor felállunk az Isten előtt, az azt jelenti, én is sokszor voltam így, hogy legyőztem a szégyenemet, és vállaltam. És a sauli helyzetből, sauli pozícióba látmész egy dávidi pozícióba. És az Isten meg fog téged bocsájtani, és új kapcsolat kezdődik a mai nappal. És egy régi korszak, vagy egy hosszantartó korszak lezárul az életedbe, és felszabadulsz. A Jézus nevében hirdetem, hogy az Isten kegyelme, az mindig adatik annak, aki őszinte, és az Isten elé jön. És köszönöm, Uram, azt a sok embert, aki felállt, és köszönöm, Uram, hogy vállalták az emberek, és megszabadulnak a szégyentől és a büszkeségtől. Köszönöm, Uram, hogy ez a gyülekezet szabad lesz. És köszönöm, Uram, hogy nem kell erőlködnünk. Nem kell depressziósak lennünk, és elfáradnunk, és a feladás határán táncolnunk, hanem újra mehetünk hozzád, és a te erőddel olyanok leszünk, mint a folyóvíz melültetett fa. Egy száraz időszakban is virágozni fogunk. És köszönöm Istenem, hogy megszűnünk egy teljesítménykényszertől, egy megfeleléstől. Attól, hogy bizonygatni kell magunknak, neked. Van itt valaki, aki nagyon akar bizonyítani Istennek, és úgy érzi, hogy Isten csalódott benne. Ez egy hazugság. Az ördög mindig hazugsággal próbál megtéveszteni.
Az Isten nem csalódott benned, mert mielőtt megszülettél, ő pontosan tudta, hogy mit fogsz tenni, és hogyan fogsz élni. Ő előre látta, de ő szeretne felemelni téged. Ne felejtsétek el, az alázatos mindig felemeli Isten, és hatalmat és tekintélyt kap. Az Isten őrizze meg a ti szíveteket. Megáldalak titeket, hogy legyetek jó alázatban, az alázat a bölcsesség jár együtt, értelem, szellemi fennhatóság, és az alázat felemel téged oda, hogy ellene tudsz állni a sátánnak, és elfut tőled. És legyen hatalmatok arra, hogy legyetek győztesek, és minden gonosz támadás győzzetek le a Jézus Krisztusnak a nevében. És imádkozom azért, aki túl érzékeny volt, akit az érzékenység érzése kísértett, és nem tudtad eddig legyőzni, hogy az Isten adja meg neked azt, hogy tud keresztre feszíteni teljesen a te óemberedet, a testedet. És tudj tovább menni, és valóban Istenre nézni. Nem emberek véleményére, nem bizonyos visszajelzésekre, amelyek egyébként fontosak, de valóban Istenre tud nézni. És Isten emeljen fel téged. És köszönöm, Uram, hogy meg akarsz bennünket szabadítani a büszkeség minden fondorlatos hazugságától, hogy felszabaduljunk általad egy új, egy csodálatos életre, egy veled való tökéletes kapcsolatra a Jézus nevében. Amen.